Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám hétfői napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonarácsról, a vasúti megállóhelyről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, hogy láthattátok a felvezetőben, illetve a videó legelején, én újra itt vagyok Balatonarácson, a vasúti megállóhelyen, és ez természetesen nem a véletlen műve, hisz folytatni fogom tulajdonképpen itt Balatonarácson a 29-es számú vasútvonalnak a villamosüzem kiépítésének a haladását. Tehát most valójában azt fogom dokumentálni, amit már dokumentáltam vagy három alkalommal itt Balatonarácson, mióta elkezdődött a villamosüzem kiépítése. Hát konkrétan ez a harmadik ilyen jellegű videó itt Balatonarácson, ahol megmutatom néktek, hogy tulajdonképpen hogy is áll a villamosüzem kiépítése itt a 29-es számú vasútvonalon, Balatonarács vasúti megállóhelyen. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb videóban is, és akkor lassacskán bele is vágunk ebbe a videóba, és ahogy mondottam, meg fogom nektek mutatni ebben a videóban, hogy hogy is áll jelenleg a 29-es számú vasútvonalnak a villamosüzem kiépítése itt Balatonarácson, a vasúti megállóhelyen. És ahogy már mondottam, ugye elég jelentős változások történtek, mióta én utoljára itt videót rögzítettem ebből a villamosüzemmel kapcsolatban, illetve annak kiépítésével kapcsolatban. Tehát elég jelentős változások történtek azóta. Például az, hogy már állnak a felső vezetéktartó oszlopok, sőt, a drót is ki van húzva. Hogy tartsatok velem Fricivel ebben az újabb videóban. Köszönöm szépen! Nos, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim! Ahogy láthassátok, ugye itt vagyok Balatonarácson, a vasúti megállóhelyen, immáron már harmadik alkalommal, mert tényleg harmadik alkalommal rögzítem ebből a villamosüzem kiépítésével kapcsolatban a videót itt Balatonarács vasúti megállóhelyen, és most meg is mutatom néktek, hogy itt Balatonarács vasúti megállóhelyen hogy is áll a villamosüzem kiépítése. Tartsatok velem! Nos, lányok és fiúk, mióta utoljára itt videóztam, azóta elég jelentős változások történtek, ahogy látható ezen a felvételen. Hát konkrétan, ahogy láthassátok ezen a felvételen, teljesen egyértelműen már állnak a felső vezetéktartó oszlopok, tehát már állnak a felső vezetéktartó oszlopok, sőt, már a drót is ki van húzva a simpája fölött, tehát már ki van húzva a drót is tulajdonképpen. Tehát ennyire előre haladott állapotban van itt Balatonarácson a 29-es számú vasútvonalnak a villamosüzem kiépítése. De ez elmondható Csopakról is, illetve Káptalanfüredről is, sőt Balatonalmádiról is. És akkor teszünk egy sétát itt a balatonarácsi vasúti megállóhelyen. Tartsatok velem! És akkor szépen fordulunk is átfelé. Közben megmutatom nektek a közvetlen környezetet, ha már úgyis itt vagyok. Hát, amint láthassátok, ott a háttérben ilyen társas üdülők vannak. Tehát azok ott konkrétan társas üdülők, amik ott láthatók a háttérben. Tehát azok társas üdülők ottan, vagy legalábbis én arra tippelek. De aztán lehet, hogy társas lakás, de én inkább társas üdülőre gondolom a formájáról ítélve. De minket most nem is ez érdekel, hanem térjünk vissza ide a balatonarácsi vasúti megállóhelyhöz. És ahogy láthassátok, ott is látható teljesen egyértelműen, hogy már áll a felső vezetéktartó oszlop, és az is látható teljesen egyértelműen, hogy már a drót is tulajdonképpen ki van húzva a simpája fölött. És akkor csinálunk egy kis sétát itt a Balatonarácsi vasúti megállóhelyen.
Tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Ugye, ahogy mondottam, újra itt vagyok ugye Balatonarácson a vasúti megállóhelyem, és valójában ez már a harmadik ilyen jellegű videó, amit rögzítek itt a Balatonarácsi vasúti megállóhelyem. Nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, amiket itt rögzítettem ebből a villamosüzem kiépítésével kapcsolatban. És ott lehet látni, mert valójában már itt voltam akkor is, amikor itt még egyáltalán nem voltak felsővezetéktartó oszlopok, sőt, konkrétan még semmi se utalt arra, hogy itt villamosüzem fog kiépülni. Hát azóta, lányok és fiúk, eltelt egy kis idő, és bizony el lehet mondani, hogy itt Balatonarácson, a vasúti megállóhelyen, meg a csopaki vasúti megállóhelyen is, meg a káptalanfüredi vasúti megállóhelyen is, nagyjából 90%-os készültségben már ki van épülve a villamosüzem. Igen, tehát már 90%-os készenlétben, tehát készültségben kész van a villamosüzem kiépítése. Itt a 29-es számú vasútvonalon, Káptalanfüreden, Csopakon, illetve itt a Balatonarácsi vasúti megállóhelyen is, sőt, Balatonalmádiban is a vasútállomásom. Ezt onnan tudom, hogy jártam ott mostanában. És akkor itt látható, ugye, ezt már több videóban is elmondtam, hogy itt a Balatonarácsi vasúti megállóhelyen ilyen aszfaltos peron van tulajdonképpen, amit láthassátok, csak egy vágány van, és egy peron van. De hát ezt már ugye elmondtam már azokban a videókban, amiket én itt korábban rögzítettem. És ahogy azt is elmondtam, hogy igen, tehát jó előre haladott állapotban van már a villamosüzem kiépítése, mert tényleg nagyon jó előre haladott állapotban van itt Balatonarácson is, hisz az előzőekben mondtam, hogy nagyjából úgy 90%-os készültségben, tehát már 90%-ig kész van már a villamosüzem kiépítése. Hát azért még vannak itt ilyen apróbb dolgok, amiket még kell majd csinálgatni, tehát ilyen utolsó sivitgatások, de hát ez már tényleg csak apróság, mert ugye a nagyja munka már tulajdonképpen megvan, hisz már amit láthassátok ezen a felvételen, már állnak a felsővezetéktartó oszlopok, sőt, a drót is ki van húzva. Tehát nyugodtan el lehet mondani, hogy 90%-os készültségben van a villamosüzem kiépítése itt a Balatonarácsi vasúti megállóhelyen, illetve Káptalanfüredi vasúti megállóhelyen és a csopaki vasúti megállóhelyen is, ahol én tulajdonképpen szoktam dokumentálni ennek a 29-es számú vasútvonalnak a villamosüzem alakulását, hogy is épült kifelé. És ahogy mondottam, ez már ugye a harmadik ilyen jellegű videó itt a Balatonarácsi vasúti megállóhelyen. És akkor szépen haladunk tovább. Amúgy jelenleg itt még a vonatok ugye nem közlekednek, és ez még így is lesz egészen április 27-éig. Tehát április 27-éig még egyáltalán nem fog erre közlekedni vonat, ami azt jelenti, hogy vonatpótló autóbuszokkal lehet közlekedni Székesfehérvár és Balatonfüred, illetve Lepsény és Balatonfüred között. De szerintem ezt ti nagyon jól tudjátok. Ha meg nem tudjátok, akkor menjetek föl a MÁV-nak az információs oldalára, vagy honlapjára, és ott megtudjátok. Vagy eljöttök ide Balatonarácsra, vagy Csopakra, vagy Káptalanfüredre, és elolvassátok a tájékoztatót, ami ki van függesztve minden vasúti megállóhelyen és állomáson. És akkor szépen haladunk is tovább itt a Balatonarácsi vasúti megállóhelyen. Hát azon kívül, hogy a villamosüzem már úgy 90%-ban kész van, azért itt a Balatonarácsi vasúti megállóhelyen történtek némi változások, mióta én utoljára itt jártam, amit mindjárt meg is mutatok néktek. Hát konkrétan
lehet is látni teljesen egyértelműen, hogy innen valami baromira hiányzik, mert innen tényleg valami baromira hiányzik. Megsugom, hogy mi az, ami innen baromira hiányzik. A kúszó tuják, amik itt már el voltak teljesen vadulva, illetve el voltak szabadulva. És amit láthassátok ezen a felvételen, ezeket a kúszó tujákat, hát kivágták úgy, ahogy van. Tehát egy jó nagy részüket kivágták. Tehát ezt lehet is látni ezen a felvételen, ahol olyan friss a föld, ahol konkrétan fű sincsen, ott voltak valamikor ezek a kúszó tuják, amiket itt kidaraboltak innentről. Hát még én se láttam így ezt a vasúti megállóhelyet, hogy így ki lett volna pucolva, illetve takarítva. Hát csináltak egy kis, úgymond, hogy mondjam, egy kis rendet csináltak itt a vasúti megállóhelyen, illetve tereprendezést vittek végbe azzal, hogy kivágták ezeket a kúszó tujákat, amik itt voltak végig, mert itt végig, tehát nem csak ott, ami ott látszik még, hanem itt teljesen végig, teljes egészében ilyen kúszó tuják voltak tulajdonképpen, ami már olyan szinten el volt már vadulva, meg dzsumbujosodva, hogy konkrétan ezek a padok, amik ott most láthatóak, ki se látszottak nagyon már a kúszó tujától. Hát ez is egy ilyen jókora nagy változás itt a balatonarácsi vasúti megállóhelyen, hogy így elrendezték ezt a kúszó tujának a sorsát tulajdonképpen, mert tényleg nagyon el volt már vadulva, mert konkrétan itt konkrétan semmi, tehát itt egy nagy hatalmas dzsumbuj volt a szó legszorosabb értelmében, most meg ahhoz képest, ahogy láthassátok ezen a felvételen, gyönyörű szépen ki van pucolva. Na de ez csak egy ilyen apróság, hát elég nagy apróságnak számít tulajdonképpen, mert még én se láttam így ezt a vasúti megállóhelyet, hogy ilyen szinten ki lett volna takarítva, illetve lett volna tereprendezés. És akkor haladunk is tovább ebből a kis sétával itt a vasúti megállóhelyen, és akkor folytassunk is tovább a sétánkat tulajdonképpen itt a balatonarácsi vasúti megállóhelyen. És ahogy mondottam az előzőjekben, ugye április 27-éig konkrétan itt vonat még nem fog közlekedni, tehát egyáltalán nem fog vonat közlekedni, tehát addig is vonatpótló autóbuszokkal lehet csak közlekedni Balatonfüred, illetve Székesfehérvár között, vagy éppen Székesfehérvár és Balatonfüred között, illetve Lepsény és Balatonfüred között, vagy éppen Balatonfüred és Lepsény között pótló buszokkal lehet közlekedni. És majd ez még így is lesz egészen április 27-éig, mert az a terv konkrétan, mert tényleg az a terv, hogy április 27-ére megcsinálják teljes mértékiben a villamos üzemet itt a 29-es számú vasútvonalon, és be fogják fejezni a alsóőrsi vasútállomásnak is a átépítését, mert jelenleg most ugye alsóőrsön konkrétan fő vannak szedve a vágányok, tehát egy darab vágány nincs lefektetve, konkrétan fő van szedve az összes vágány az alsóőrsi vasúti megállóhelyen, és ugye már ebből kifolyólag is lehetetlen, hogy Székesfehérvár felől el tudjon jutni ide vonat, ide Balatonarácsra, vagy éppen Balatonfüredre. És akkor szépen haladunk is tovább, itt a balatonarácsi vasúti megállóhelyen, ahogy láthassátok. És ahogy mondottam, ugye a villamosüzem már egész jó ki van épülve, és azt is, ahogy már mondottam, ugye nagyjából olyan 90%-os a készenlét már. És akkor meg is mutatom nektek a balatonarácsi vasúti megállóhelynek a felvételi épületét is, de szerintem ezt már a többi videóimban is megmutattam, amit itt rögzítettem. Hát íme, itt látható a balatonarácsi vasúti megállóhelynek a felvételi épülete, amúgy egy nagyon szép kis épület, de azt azért el kell mondanom, hogy te itt már jegyet nem tudsz venni a vonatra, mivel hogy egy
pékség van beköltözve a felvételi épületbe. Tehát, hogyha bemész a felvételi épületbe, itt egy komplett pékség van már berendezve, és nem pedig vasúttal kapcsolatos dolgok. Konkrétan jegyet se tudsz venni itt a vonatra, hogyha itt szállnál föl majd a vonatra, április 27-től, amikor majd újra megindul a forgalom itt, Balatonfüred és Székesfehérvár között. Nos, lányok és fiúk, akkor így néz ki a Balatonarácsi vasúti megállóhelynek a felvételi épülete. Egy nagyon szép kis épület tulajdonképpen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor folytassunk is tovább a sétánkat itt a Balatonarácsi vasúti megállóhelyen konkrétan. És akkor itt szépen haladunk is tovább. És itt is már teljesen egyértelműen látható, meg tudom nektek mutatni, hogy itt is áll már a felső vezeték tartó oszlop. Tehát amit láthassátok, már áll itt is a felső vezeték tartó oszlop, sőt, ugye már ebben a videóban már vagy harmadszor mondom el, vagy már negyedszerre, hogy már a drót is tulajdonképpen ki van húzva a simpálya fölött, ahogy látható ezen a felvételen. Látható konkrétan, hogy már a drót is ki van húzva. Így hát lányok és fiúk, lassan, de biztosan kész lesz a 29-es számú vasútvonalnak a villamosüzem kiépítése Székesfehérvár és Balatonfüred között. És akkor szépen haladunk tovább, és lassacskán a végéhez is fogunk érni a peronnak tulajdonképpen, mert tényleg a végéhez fogunk érni, pillanatokon belül, konkrétan. És akkor szépen haladunk itt tovább. Hát amit láthassátok a sinkoronáról, meg a sinállapotáról, ugye el van rozsdásodva, ez azért van, mert egyáltalán nem jár erre most vonat, és ez még így is lesz április 27-ig, ahogy már mondottam. És akkor szépen haladunk tovább, és közben itt belebotlunk egy munkagödörbe is, íme, itt látható egy munkagödör is, amivel úgy látom, hogy valami kábelt fognak majd vezetni konkrétan, tehát itt látható egy munkagödör, és itt pedig látható egy nagyon szép kis parkszerűség itt a Balatonarácsi vasúti megállóhely területén, és itt van maga a felvételi épület, íme, hát ilyen szép kis boltíves megoldással van megcsinálva, és tehát teljesen egyértelműen az van írva, hogy Balatonarács. Na, jányok és fiúk, és akkor így néz ki a közvetlen környék, arra felé van a Aldi, tehát ott egy Aldi látható ott a háttérbe, itt pedig egy munkagödör. És akkor haladunk tovább, és akkor itt már lassacskán a végéhez is érünk a peronnak tulajdonképpen, mert tény és valahogy itt már vége lesz a peronnak, konkrétan, hisz itt már egy vasúti átjáró látható, tehát íme, tehát ezt a vasúti átjárót is már több alkalommal megmutattam az ezt megelőző videóimban, amit ugyanitt készítettem. És jelenleg most az is látszik, hogy a fényjelzők, illetve a sorompó le van szerelve, illetve a fényjelzők be vannak fóliázva, ami azt jelenti, hogy nem üzemel, tehát ki vannak kapcsolva. És itt pedig ugye látható egy kapcsolószekrény, tehát itt ugye látható egy kapcsolószekrény, ez itt egy kapcsolószekrény, ami nyilván ezt a fénysorompót, illetve jelzőlámpát ebből kapja az energiát, illetve ott lehet kibe kapcsolni is központilag, illetve szakaszilag. És akkor így néz ki a közvetlen környezet, és akkor itt szépen visszanézünk arra vissza a vasúti megállóhely felé, és itt látható ugye a Balatonarácsi vasúti megállóhely, és ott pedig a Balatonarácsi vasúti megállóhelynek a felvételi épülete látható ott a háttérben, tehát ott, és itt pedig ez a munkagödör, amit már az előzőekben megmutattam. És így néz ki a közvetlen környezet, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És akkor így néz ki, itt van ugye ez a kapcsolószekrény, amit már előzőleg mutattam, ami valójában
ezt a jelzőlámpát, illetve ezt a vasúti átjárót üzemel, ebből kaphatja ez a jelzőlámpa, illetve a sorompó is a áramot, illetve itt lehet, nyilván abban a szekrénybe lehet kibe kapcsolni is ezeket a berendezéseket, illetve a jelzőlámpát és a sorompót, ami most jelen esetben teljes mértékiben ki van iktatva, tehát nem üzemelnek. Hisz nincs is miért üzemeljenek, mert konkrétan vonat se jár erre, és ahogy mondottam, nem is fog vonat erre járni egészen április 27-éig. És az is látható, hogy le van fóliázva a jelzőlámpa. És akkor szépen haladunk tovább, visszafelé most már, és majd lassacskán tényleg le is zárom ezt a videót, mert már ott van, hogy több mint 20 perce megy, és amit el akartam mondani, már tulajdonképpen elmondtam ebben a videóban, ebből az egész villamosítással kapcsolatban. Ugye elmondtam azt, hogy már 90%-os készültségben van, itt Balatonarácson, Csopakon, Káptalanfüreden, illetve Balatonalmádiban is. És akkor így megmutatom nektek a balatonarácsi vasúti megállóhelynek a felvételi épületét, ami ott látható, szép kis boltíves megoldással, és itt pedig ez a munkagödör, amit már ugye előzőleg is mutattam, konkrétan. És úgy látom, hogy ebbe a munkagödörbe valami kábelvezetés zajlik, tehát ott lehet látni, mint ti nem látjátok, de én látom, hogy ott keresztbe megy egy vastag kábel, és nyilván azért van kiásva ez a gödör, hogy ezt karban tartják, vagy felújítják, vagy éppen kicserélik. De én ehhez ugye nem értek, hisz nem vagyok szakembere ennek a dolognak. És akkor itt van ez a munkagödör, és itt látható ez a szép kis park tulajdonképpen itt a balatonarácsi vasúti megállóhely területén. És ugye itt van ez a kapcsolószekrény, amit már harmadszorra mutatok meg, mint ahogy ezt a vasúti átjárót is már harmadszorra mutatom meg ebben a videóban. És akkor szépen lassacskán vissza is fordulok, és akkor lezárom majd ezt a videót lassan, de biztosan. És akkor szépen haladunk visszafelé, és akkor, ahogy mondottam, ugye már elmondtam, amit el akartam mondani, ugye elmondtam azt, hogy április 27-éig itt még vonat nem fog közlekedni, tehát erre kell még készülni, aki esetleg erre felé tévedne április 27-éig, hogy addig bizony pótlóbuszozás van Székesfehérvár és Balatonfüred között, illetve Lepsény és Balatonfüred között, oda-vissza természetesen. És akkor, lányok és fiúk, ki is vonulok majd ide vissza szerintem félre, és akkor lezárom ezt a videót, mert már valójából mindent elmondtam, amit csak el tudtam mondani, meg amit itt láthattatok, meg látok is. És akkor itt még egy utolsó pillantás a felvételi épületre. Íme, oda teljesen egyértelműen azon írva, hogy Balatonarács, és itt van maga a felvételi épület. És így néz ki a balatonarácsi vasúti megállóhely. Arrafelé van Balatonfüred, illetve Tapolca az arrafelé van, tehát az abba az irányba van. És itt pedig teljesen egyértelműen látszik, hogy állnak a felső vezeték tartó oszlopok, sőt, az is látszik teljesen egyértelműen, hogy a kábele, hogy tulajdonképpen a drót is ki van már húzva a simpája fölött. Nos, lányok és fiúk, szerintem ezt a videót én lassacskán le is zárom, mert már fölöslegesen jártatom tulajdonképpen a számat, hiszen már 25 perce megy ez a videó, így is már baromira hosszúra sikeredett, és valójában amit meg akartam mutatni, azt megmutattam, amit el akartam mondani, azt elmondtam. Hát lányok és fiúk, akkor egy darabig itt visszasétálok, és akkor majd lezárom ezt a videót. És még annyit hozzáteszek ehhez az egész sztorihoz, hogy ez a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítása Balatonfüred és Szabadbattyán között megközelítőleg 23 milliárd forintba fog kerülni.
tehát ezt már elmondtam ugye az ezt megelőző videóimban is, amit ebből a villamosüzem kiépítésével kapcsolatban készítettem, akár itt Balatonarácson, akár Csopakon, vagy éppen Kártalanfüreden. Egy biztos, hogy 2021 nyarára itt a 29-es számú vasútvonalnak ezen szakaszán, tehát ami Balatonfürettől Szabadbattyánig van, itt már villamosüzem lesz, tehát valószínű, hogy a csörgők, a hörgők nem fognak közlekedni ezen a szakaszon, csak Balatonfürettől lefelé. És ezen a szakaszon valószínűnek tartom, hogy flirtek fognak közlekedni, illetve egyéb villanymozdonyok, mint például Szili, Gigant. Még a Gigantot az kétlem, mert az nagyon nagy, nagyon nehéz mozdony, és ennek a simpályának meg szerintem az egyáltalán nem tenne jót, hogyha itt egy Gigant végig menne rajta. De szerintem Szili, az szerintem fog erre felé járni, Szili mozdony, vagyis V43-as, és szerintem flirtek fognak majd járni, vagy ahogy mondják, flörtök, de én flirtnek mondom, mert ez a helyes kifejezés, hogy flirt, tehát nem flört, hanem flirt, tehát flirtek fognak erre felé járkálni, valószínű, hogy a kék meg a pirosok vegyesen fognak járni ezen a szakaszon, sőt biztos, hogy vegyesen fognak járni, hogy lesznek itt piros flirtek, kék flirtek, illetve V43-as szilik konkrétan ezen a szakaszon. És a csörgők, meg a hörgők, meg a dezirók, meg a BZ-motok csak Balatonfürettől lefelé fognak közlekedni. Hát lányok és fiúk, ugye haladunk előre a technikával. Igaz, ennek már 30 évvel ezelőtt meg kellett volna történjen, ennek a villamosításnak, mert 30 évvel ezelőtt meg kellett volna történjen, de hát ami késik, ugye nem múlik, ez bizonyítja azt is, hogy amit láthatjátok ezen a felvételen, állnak a felső vezetéktartó oszlopok, tehát állnak a felső vezetéktartó oszlopok, és a drót is ki van már húzva tulajdonképpen a simpája fölött. És akkor lassacskán tényleg lezárom ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb kis videóban, ami most már igencsak fél órája megy. Bocsi azért, amiért ilyen hosszúra elnyújtottam ezt a videót, de hát amit el akartam mondani, elmondtam, amit meg akartam mutatni, megmutattam ebben a videóban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok el nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban erről a videóról, illetve a 29-es számú vasútvonalnak a villamosüzem kiépítésével kapcsolatban is írhattok kommentet, vagy éppen információkat, amit én nem tudhatok, de ti szívesen megosztanátok velem, meg a többi nézőkkel. Köszönöm szépen a kommenteket, ha írtok. És akkor lassacskán tényleg lezárom ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb videóban, ami most már igencsak fél órája tart. És nem akarlak már halálra untatni benneteket, szerintem így is baromira unalmasra sikeredett ez a videó. Ezért elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, de már rég készítettem ilyen jellegű videót, ahol dumálok is, meg sétálok is, hisz a utóbbi időben csak vonatspotting videókat készítettem. Na, akkor jöjjön hát a elköszönés, lányok és fiúk! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen! Ebben a videóban azt láthattátok, hogy megmutattam néktek, hogy hogy is áll tulajdonképpen a 29-es számú vasútvonalnak a villamosüzem kiépítése itt Balatonarácson. Ebben a videóban ezt láthattátok. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem majd egy következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra,
és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonarácsról, a vasúti megállóhelyről. Sziasztok!